2003 környékén is kezdtem tanulni a színházi dolgokat, és a Sofnyi Petőfi Színházban játszottam, mint kórus és tánckar tagja. Akkor megismerkedtem nagy színészekkel, együtt játszottam Károly Ferenccel, Agárdi Gáborral, Keresztes Ildikóval, Lince Józseffel, és különböző nagyobb színészekkel, akiktől ellestem a fortélyokat. Pontosan 10 évvel ezelőtt egy társulat tagja voltam, amiben legelőször a Valahol Európában című műzikkelt állítottuk színpadra. És ez a társulat a Komisz volt. Bérni, jegre, 2011-ben a Soproni Ötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában elkezdtem dolgozni, és a Kocslin Gábor igazgató úr úgy hívott oda, hogy vegyem át a régi színjátszókört. És így jött létre a Deszka társulat, mert itt volt az a két csapat is, újra szerettünk volna feleleveníteni a dolgokat, ezért kaptam az ötleten, és a két csapatot egybe raktam, és így jött létre az integrált Komisz és Deszka társulat, ahol épek játszanak sérültekkel. Ahogy megállt, skurri ki fel mindenki! Két oldalt, egy szent pillantással! Elkezdődött a Valahol Európa, és a Botond mondta, hogy ki mi legyen. Nagyon szeretek együtt játszani a deszkásokkal, egy élmény együtt játszani velük, és jó kikapcsolódás. A színpadon az ember úgy érzi magát, mintha semmi gondja nem lenne. 2004 óta csinálom ezt a falusi jelenetet, szeretem csinálni. Vagy ebben Valahol Európában a ide falusi jelenetben vagyok. Végre egyszer már valami ugye sikerült az életemben. Én már fiatalkorom óta Istenbizbeségi játszottam. Nagyon szeretem játszani az ilyen utazásokat. Milyen érzés az, hogy te fogyatékosokkal együtt alakítasz egy darabot? Én nagyon szeretem őket, mert ők tényleg egy olyan életérzést tudnak az embernek átadni, amit egy más közösségben nem tud megélni. Hát a lényegében a Botond tanított be minket aztán. A falusi képbe alakítom a komédiás integrációnk. Nevetés. Mehet, köszönöm is. Elkezd égni. És majd ezt is ki. Én játszom azt, hogy tűz van. Ide. Nagyon szeretem ezt a csapatot, szeretem a társulatot, és nagyon jól érzem benne magamat. Kezdem. Látványosabban, nagyon jó. Nagyon nehéz a munka, de mégis könnyű velük foglalkozni, mert szeretik a színházat, szeretik a darabot, és egy nagyon jó csapat jött össze, ezáltal szeretik egymást. Sötét van. Leülsz? Nem. Üle. Jó. Mert csak lesek, ott léptem. Azt mondom, hogy tessék, odaszaladsz, pisztoly. Lövés utás előtt szépen beálltok. Sötét van, egyből felállsz, egyből. Gyere, egyből felállsz, Pisti. Gábor már ezt kabálta, rádadja, és ahogy rádadta, egyből. Olvassa! Itt van, olvassa! Kabát, és a kezé hagyjátok a levelet. Kész. És énekel mindenki. Szuper, köszönöm! Nem megyünk rá a nagyon profi, kiművel dolgokra, hanem megmarad a csapatban a gyerek, megmarad a csapatban a természetesség. Kicsit rendezetlen, kicsit nyers, ettől lesz igazi. De ne úgy álljátok be mindenki, mint a tornasorba, össze-vissza, hogy eddig járcsináltátok. Gyerekek! Mindig nagyon izgultam, féltem, elbújtam a közönségbe, de aztán utána már megbátorodtam, aztán megjött a hangulatom, megjöttek a barátok, úgyhogy már most már jó baráti köröim vannak. Ki az a? Lehet, hogy te Göli. Még egyszer megkérdezem! Ki az apa? Állj! Az meg ki? Állj, ami javító intézet. Miből én? Az államból, amíg szét nem jöttétek! Én már a kezdetek óta itt vagyok a társulatban. Hogy jutott rád ez a mostani szerep? Az előző darabból
adódóan. Ugye ott is egy eléggé negatív karaktert játszottam. Megpróbáltam kialakítani, hogy egy negatív karakter, és hogy minél ellenszenvesebb legyek az átlag néző számára. Fúj a réteken! A földön végre rend legyen! Egyből! Mivel hogy ez egy speciális előadás, ahol ugye sérültek vannak, bizonyos részeket át kell teljesen dolgozni. Ahhoz, hogy a változásokat meg tudjuk oldani más kisebb színpadokon is, nem tudtuk követni az eredeti koncepciót, hanem plusz elemeket kellett betegyek. Ezért plusz szerepeket írtam be, plusz kisebb dalok vannak benne, ami átviszi a színeket egyikből a másikba, és plusz olyan kisebb jelenetek, amitől ki tudunk emelni bizonyos részeket. Milyen volt az, hogy itt fogyatékosok és épek egy csapatban játszanak? Nekem nem okozott gondot, és én abszolút elfogadtam azt a helyzetet. Mindketten egy francia főúri családból származunk. A második felvonásban az ugye kiderül, hogy apukánk nagykövet. Én, mint professzor, egy ilyen nagyon okoskodó, az igazságot követő gyerek vagyok, és hát kicsit különc a csapatban, de sikerül beilleszkednem. Mi ez? Itt van a szótár. Szótár! Igen, kérem. És minek ez neked? Szót érteni, kérem! Az ellenséggel! Hagyd a fenébe, főhadnagy! Megisszak kétek! Írmagját is a soktól vannak! Nem konkrétan egy történetről szól, hanem kiemelünk életeket, eseményeket. Gyakorlatilag az egész darabból nem derül ki, hogy most ki melyik oldalon áll. Próbáltam így a sorsokat bemutatni ezzel. Én 25 éve játszok egy horvát anyanyelvű társulatban. Nekem ez különleges, hogy magyarul játszok, mert eddig életemben csak horvát anyanyelven játszottam. Én játszom a tanítót, aki szereti a ilyen különféle üdítőket, és egy horvát nótába jövök be, egy ilyen italozós nóta. Az utolsó sót magyarul is eléneklem. Litalos üvegem, egyetlen szellemem. Meli! Meli! Én most nem mondom el, hogy mi lesz, de bízzál bennem. Bízzatok bennem, bízzatok magatokban és a csapatban is. Bízzatok azokban, akik körülöttetek ott van, és segít abban, jó? Föltették nekem még a válogatások előtt a kérdést, hogy Meli tudsz-e énekelni. Mondtam, hogy nem. Jó, akkor van egy hónapod megtanulni, és akkor én is hát nem egy hónap alatt, olyan két és fél hónap alatt megpróbáltam a magamból tellőt kihozni, és így kaptam meg a szerepet. Hogy ez egy ilyen nagy mérföldkő, amit megugrottam, amit sikerült megcsinálnom. Hogyan tudtál a szerepeddel azonosulni most? Meglepő módon nagyon-nagyon könnyen, pedig soha nem éheztem, soha nem fáztam, nem voltak anyagi gondjaink, semmi ilyesmi, de valahogy mindig bejöttem, kellett olyan 5-6 perc, amíg átálltam a dologra, de nem történt még velem ilyen dolog. Ugye arról szól, hogy megerőszakolják a lányt, és borzasztó dolog lehet. És az kívánatlan legnagyobb ilyen érzelmi töltetet, de avval is úgy érzem, hogy azért valamennyire megvirkózom. És mindenki szépen kukucskál kifele. Szemeket szeretnék látni. Még szemeket. Amint ide fordul, megint lebuktok. Jó? Ezt szeretném. És innen most figyelem. Jó? Megszokhattam. Ha már megszokhattam, hogy az élők az útban vannak, de a dögök is. A tanár úr meghallgatott minket, ki hogyan tud énekelni, és ő úgy választott szerepet, hogy akihez illik igazából, és én megkaptam Kusi szerepét. És hozzád illik ez a szerep? Igen, én teljesen jól át tudtam érni. Földanya? Földanya, éganya, szólj, hogy hova megy az út, nem akarok eltévedni. Földanya, éganya, szállj meg a gyerekedet út. Néztek egymást, nem értitek, hogy most mi van, néztek egymást. A Betuker Botont rendező kért meg engem, mint iskola lelkészt, hogy akkor vállaljam el a Simon Péter szerepét. Meglepődtem, és nagyon örültem neki, és elvállaltam, és akkor utána a próbák folyamán vettem észre, hogy micsoda
oda, hogy én ebben részt vehetek, hogy a gyerekekkel, a diákjaimmal ilyen nagyon szoros emberi kapcsolat alakulhat ki, és hát, hogy játszhatok, meg énekelhetek, amit életemben nem csináltam így szólóban, meg ilyen módon a színpadon. Tehát igazából én belecsöppentem a darabba, az egész társulatnak a lelke az a Botonda a rendező. Sztíró Gábor evangélikus lelkész volt a minta, akiről aztán a filmnek a főszereplőjét is mintázták, és egy evangélikus lelkészről készült szerepet, végül is most egy evangélikus lelkész játszik, ez nekem nagyon nagy élmény. Tudod, a jellem olcsó porték a manapság. Mutasson el! Na mi van, meggyógyult a hangot? Amikor megy az előadás, a gyerekek hátul felfogadott állapotban ott vannak, akkor nekem kell őket kicsit csitítgatni. Másik fontos az, hogy ha valami gyereket nagyon megérintette az a játék, ének, amit elő kellett neki adni, mert túlságosan közel érintette, akkor én voltam az, aki neki segítettem lelkileg földolgozni ezt, hogy most ő ezt el kell, hogy játssza, azt a sebet föl kell neki tépnie. A darab üzenete számomra, hogy sose adjuk fel. Mindig van holnap, és van miért küzdeni, mert van. Tehát a legszegényebb embernek, akinek nincs mit ennie, nincs hol aludni, és sajnos ez a mai társadalomban is előfordul. Neki is van miért és kiért küzdenie. A társulat üzenete pedig az, mivel ez egy integrált társulat, tehát együtt játszunk épekkel, sérültekkel, ezért ez az üzenet pedig az, hogy fogadjuk el a másikat. Én itt ezt nagyon megtanultam, és minden próba nevetve, vidáman telik, nekik is köszönhetően. Tehát nagyon sok emberi értékkel gyarapodunk ez alatt a rendezés alatt. Gyere ide! Gyere ide! Kicsit nagy lesz! Kicsit nagy! Ezt nem hallottam! Nem szabad félni!